Sziasztok! Ebben a roncsolóban még mindig a kampuszról fogunk jelentkezni. Hoztam nektek egy Pitov Sharon, egy ektomorf, illetve egy Lazarus interjút. Tartsatok velünk! Campus Fesztiválon vagyunk. Szerintem vannak olyanok, akik meglepődtek, hogy ilyen két énekeses felállással, de ennek megvan az oka, hogy így vagytok, és mi az? Hát a pontos oka az az, hogy az eddigi énekesünk, mivel kezdem előről, tehát a zenekar 10 éves, Alex András alapítótag első énekesünk. Te kiszálltál Bandik 5 éve, 6 éve, 5 éve? 4-5 éve Andris kiszállt, aztán Ádám bekerült a csapatba, J, kis Ádám J, és most neki a munkahelye miatt fel kellett költözni a Budapestre, ami miatt itt kellett hagynia minket sajnos, és mi kaptunk az alkalmon, és felkértük Bandit ismét egy második csatlakozásra. És ezért volt az, hogy így felváltva produkcióztatok a színpadon? Hát igazából leginkább az az oka egyébként, hogy itt rövid idő volt erre az egészre, és nekem meg begyulladt a fülem mind a kettő, meg be is szakadt a dobhártyám, szóval nekem nem volt időm megtanulni a Jay-nek a dalait, de végül is így jött ki ez a dolog, hogy Jay azt mondta, hogy ő még elvállalja ezeket a dalokat, és akkor így felváltva csináltuk ezt a dolgot, hogy én már a régi dalaimat ismertem, az ő dalait viszont még nem tudtam, szóval így alakult ez az egész dolog egy ilyen betegség miatt. Éves a zenekar. Idei évben mi mindenre készültök? Hát legfőképp a készülőben lévő harmadik nagy lemezünket fejezzük be. Mennyi van még? 6 dal híja van. Mindegy, ez van folyamatban, tehát most arra összpontosítunk, nem feltétlen leszünk tele koncertdátumokkal. Tehát most kicsit visszavonulunk. Mondjuk most is vissza voltunk vonulva a Covid meg minden más miatt. Tehát most kicsit passzívabbak leszünk a közönség felé. Tehát akkor őszi turnéban csak gondolom egy-egy dátum szerepel majd, viszont megvannak a távlati célok. Várhatóan idén megjelenik majd ez az új album? Nem hinném egyébként. Hát jó lenne, amúgy az attól függ, hogy milyen tempóban tudunk ezzel az egészen haladni. Mégis demo szinten már megvannak ezek a dolgok, de még meg kell ezeket álmodni, mert még nagyon sok teendőnk van igazából, így új koncepció, új felállás, tehát hogy van bőven még mit csinálunk jó formán. Nagy lemez az nem biztos, a 3 dal, az valószínűsítem, hogy ezért ez meg fog jelenni szerintem. Igen, tehát 4/4-be adjuk ki a nagy lemezt, aminek 2/4 már kint van, a 3/4 már félig fel van véve, amiben már Bandi is csatlakozik, ugye, és ez ki is jön idén egyébként, valószínű. Te még lehet nem tudod, de... Ja, igen. Majd most megtudod, látod, ezért kell nézni a roncsolót, meg itt lenni. Még van 5 hónap az évből, tehát annyi idő alatt. 3 dalt valószínűleg meg fogunk csinálni, és az utolsó negyed az 23-ra csúszik. Ami még ezt elsüthetem, ami még fontos szerintem nagyon, hogy magyarul próbálunk meg szövegeket írni innentől,
Úgyhogy megnézzük, mi lesz. Az első dal az elég kecsegtető, elég jól sikerült a demo felvétele. Úgyhogy... Mi miatt jött ez a választás, hogy akkor most magyarul? Hát figyelj, azért valljuk be őszintén, itt Magyarországon kapirgálni angolul, egy pár zenekar kivételével, Lazarus Subscribe, azért nagyon nehéz szerintem. Itt az emberek azért ragaszkodnak a... Tehát jobban, nézzük, hogy azok a zenekarok mennek mind, akik magyarul énekelnek. Igazából ezért is kicsit nehéz fába vágtuk ezzel a fejszényeket, mert ugye valószínűleg tudod te is, hogy azért angolul könnyebb dalszövegeket írni. Hát főleg ilyen zenei stílusra. Így van. És azért itt a magyar nyelv elég sokkal kacifántosabb, mint egy angol például. Jobban be kell tartani itt a prozódiát, meg az ilyeneket, mert angolul lehet tagolni az egészet, mint a... Viszont itt amúgy meg, hogyha valamit az ember rosszul tagol, akkor magyar talán lesz, csúnyán szól. Szóval ügyesen kell csinálni ezeket a dolgokat, hogy ne legyen, ne szóljon csúnyán ez az egész, és hogy ne tűnjön úgymond ilyen gagyinak, vagy valami. Szóval azt akkor kimondhatom, hogy akkor három új dal magyarul még ebben az évben. Akkor rendben van, még ebben az évben megjelenik. Én tudtam ezt amúgy, csak így itt viccelődtem. Tudtad, csak nem sejtetted. Ja, igen. Ja. Szóval akkor meg fog jelenni. Megírom a szövegeket majd én rá. Vagyis becsebe megírtam. Sőt, holnap már meg is jelenik a lemez. Szóval most lejöttetek a koncertről, adtatok a Roncsolónak egy interjút, és utána irány a Stúdió 1-ből, nem? Így van. Így lesz. Most nem a backstage-ben kapunk el, hanem pont itt jártunk be, keltünkben, így kiszúrtalak. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok ismét a kampuszon. Jó néhány évvel ezelőtt már játszottatok ti itt. Milyen most újra visszatérni? Öröm. Persze öröm. Tudod, hogy volt ez a két és fél év. Semmit igazán nem nagyon tudtunk csinálni, úgyhogy most minden egyes lehetőséget 100%-ig élvezünk. Úgyhogy örülünk, hogy itt vagyunk. Azért nem Magyarországon játszottatok mostanában, hanem külföldön. Elmondanád, hogy eddig a turnénak milyen állomásai voltak? Turné nem volt, egy pár fesztiválunk volt. Most az utolsó az a Rock Hard Fesztivál Németországban. Az egy nagyobb buli volt. Most meg itt vagyunk. És augusztusban lesz még három fesztiválunk Németországban. Ezek inkább ilyen középfesztiválok, nem a nagyobbak, mert azok már lementek. És aztán szeptemberben egy Európa turné, ami itthon indul Békéscsabán, a Csaba gyöngyébe. Aztán onnan 32 nap, 29 bulik. Nem fogtok unatkozni, hogy lehet egy ilyen nagy szabású turnéra felkészülni, főleg lelkileg? Már 26 év benne van. Úgyhogy nem hogy felkészülök, hanem már kurvára várom. Tehát nem akarok már itthon, nem akarok itthon ülni, menni akarok. Nekem tudod, ez a... De ez mindig is ez vitt, mindig ez is fog vinni, úgyhogy nyilvánvaló, hogy azért az ember odafigyel magára, meg azért felkészül annyiba, hogy azért próbálunk a zenekarra. Come on, 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 come on
akinek ugyanez a problémája. Én most várom ezt a szeptemberi turnét, ugye ez egy hónap, mert nekem akkor jön, tehát az menni kell, csinálni kell, meg kell turnéztatni azt az albumot, amivel három buling volt eddig, és akkor lesz. Így vannak ötleteim, meg így jönnek dolgok, meg nyilván most már azért kell is. Ők úgy soha nem érnék egy albumot, hogy mert kell. De hát úgy nincs is értelme. Úgy nincs. Jönni fog az magától, én úgy gondolom. Meg van annyi a tarsolyban, hogy tudunk játszani. Kezdjük akkor a helyi kötődéssel, ez majdnem minden egyes kampuszfesztiválon, illetve debreceni koncerten meg lehet tudni, hogy te hajdúszoboszlói vagy. És minden az, hogy hajdúszoboszlói, Debrecenbe születtem. Hát akkor így szépen összeállt a dolog. Mióta nem élsz itt? Hát én, hogy felvételt nyertem, azt hiszem a 2000... A pontos dátumot most nehéz lesz felidézni, 2006-7-ben a Kőbányai Zenéstúdióban, én akkor fel is költöztem. De hát nyilván, mivel szüleim nekem még hadúszoboszlónak, azért járogatok haza így hébe-hóba. Hála a jó égnek, akkor remélem, hogy majd egyszer így a strandon is össze lehet veled futni. Így minden bizonyal, igen. Hozzon magával téged is, nem? Hát mindenképpen, már mondtam neki, de hát mindig itt van, hogy szóval. Nem foglalkoztok most, milyen tervek vannak a zenekarral kapcsolatban? Amúgy is nagyon-nagyon jó flow-ba vagyunk, már egy ideje tök jó minden. Éppen most az új lemezt készítjük, írjuk a számokat, már egy ilyen 6-7 így nagyjából megvan. Várhatóan 10 számos lesz majd a lemez. Szeretnénk még idén ezt rögzíteni, és akkor majd jövőre fog kijönni majd, ezt majd mondjuk. Akkor az új lemez az is vinil formátumban fog megjelenni, vagy várható CD-s megjelenés? Igazából erről még nem történtek meg így zenekaron belül az egyetetés, de valószínűleg amivel tudjuk kihozni, azért azt tudni élik, hogy a bakelitnek a kihozás az egy kicsit problémásabb dolog. Azt tudni, hogy nagyon drága. Tehát egy bakelitnek a legyártása nagy tételben az horror pénz. És mert ugye mi nem kapunk támogatást sehonnan, ezt így zenekari pénzből kell beletenni, ami hát most azért egy ilyen 2 év kihagyás után nem feltétlen van. Úgyhogy ezt még végig kell gondolni, de én azt gondolom, hogy lesz leme bakeliten is, mint ahogy CD-n is természetesen, igen. Mondani a Lazarus zenekarról, hogy nagyon szupportívak vagytok, odafigyeltek arra, hogy
ugyanebben a zenei szcénában mozgó, kevésbé ismertebb zenekarokat is felkaroljátok. Miért van meg bennetek ez a segíteni vágyás? Hát egyrészt ez a segíteni vágyás is, mert hogy mi is tényleg innen indultunk a létre aljáról, és küzdöttük meg magunkat éveken keresztül, illetve arról is van szó, hogy nagyon nagy barátaink a TSO, illetve a Stubborn zenekar, meg még sokan mások, és inkább szeretünk a barátainkkal együtt játszani, meg koncertezni, akik közel állnak hozzánk. Az elmúlt két napban nagyon megosztotta egyébként az embereket, akik szeretik a Panterát. És ha jól tudom, ti is nagy Pantera rajongók, ti is nagy Pantera rajongók vagytok. Énekes az régi, meg a basszusgitáros is régi, a gitáros is a dobos lett az úgy, a Zach White, meg Charlie Benante ugye az Entressből. Hát Zach White-nak ugye lehet sorolni a Pride and Glory-t, Ozzy, a Black Label Society. Én azt gondolom, hogy ebben Apiba egyetértünk, hogy aki a leghitelesebben van ehhez a Pantera dologhoz közel, azok ők. Az én véleményem még mindig az, hogy én sokkal kíváncsiabb lennék egy több másik néven ugyanezzel a formációval, egy tök új sztorira szerintem. Lehet, hogy ezeket meg fognak követni, de én ezt a Panterát már hagynám úgy, ahogy van. Szóval, hogyha pont az a két alapelem, aki sajnos ugye Isten nyugoszögött meghaltak, de tessék ugye Mini Paul meg Dime McDerrell, ő nélkülük, én túlságosan fanatikus vagyok, hogy el tudjam képzelni a zenekart, hogy két bárki játszik. Független attól, hogy a legjobb barátaik, vagy nem a legjobb barátaik, le tudják-e játszani, nem tudják lejátszani. Nekem picit még ilyen pult, ez így emésztenem kell. Aztán lehet, hogy én fogok a legjobban meglepődni, hogy úristen, te király. De az egy jó meglepődés akkor. Igen. Remélkedjük abban, hogy ez egy jó meglepődés lesz, igen. Igen, biztos beszéltétek már a zenekari buszban is, hogy ezt a Pantera féle változást, és neked mi a véleményed? Neked is megegyezik a véleményed azzal, amit Laci mondott, hogy ez már nem ugyanaz lesz? Hát nyilván nem lesz ugyanaz, mert nem lehet soha ugyanaz, de ugye az apot tesók nélkül. De én inkább Apival értek egyet, amit mondott, hogy Rex meg Anselmo egész egyszerűen, mivel a zenekar, mert ugye 2004-ben osztott fel hivatalosan, vagy nem is tudom, nem játszottak már együtt nagyon régóta, ugye meg is haltak a tesók sorjában, szóval, hogy szerintem úgy érzik, meg ők is már ilyen 60 felé tennálnak, hogy még haláluk előtt szeretnének kurvára turnézni egyet, tényleg a régi Pantera feelinggel, és így együtt ezt megtehetik a barátaikkal, mint Zach. Szóval szerintem én megértem ezt a dolgot, és amúgy, ha lehetne itt Európán belül, akkor el is fogunk menni rá, mert azért kötelező. Lehet elmondani, most lemegy a fesztivál szezon, beszéltük azt is, hogy új lemez készül, őszi turnéval hogy álltok, szépen jönnek már a dátumok? Hát igen, alakulgatnak még azért olyan nagyon sok konkrét... Még nyár közepe van, nyilván. Megmondom őszintén, hogy még nem nagyon nézegettem át a naptáramat, meg hogyan, mert ezt Maros Ilki mindig beszokta írni, de és szerintem még jönnek hozzá, meg alakulgatnak.
Úgyhogy... Csak azért voltam erre kíváncsi, hogy Debrecenben mikor lehet majd még titeket látni egyébként a kampusz után. Van debreceni dátumunk, de szóval, hogy zárójelben jegyezem még is nagyon halkan, még képlékeny nekünk ez a turné dolog, de legjobbakat reméljük, hogy minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, és el tudjuk kezdeni a turnét szeptemberben időben. Ha nem, akkor azt majd ki fogjuk hírni, hogy miért nem, meg mi az oka, de nyilván most nem arról beszélek, hogy felhasználják mi nem, hanem igen, még itt több dolog változik, aztán majd látjuk, hogy mi lesz. Köszönjük, hogy ismét néztétek a Roncsolót, tartsatok velünk legközelebb is, addig pedig tudjátok, ahogy mondani szoktam, keressetek minket Facebookon, Instagramon, TikTokon és természetesen a YouTube-on is. Sziasztok!